Tegnap este a Napjaink című közéleti műsorunkban Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök vendég szerepelt, aki ennek a fertőzésnek a megelőzéséről is tájékoztatott. Az illetékesek feltételezik, hogy a fertőzést két vaddisznó füstölt húsa okozta, amelyből több mint 300 ember fogyasztott. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy két héttel ezelőtt Zombor környékén 16 ember betegedett meg. A trichinózis főként disznóvágáskor jelentkezik. A tünetek a fertőzést követően legkorábban 2, legkésőbb 28 napon belül jelentkeznek, leggyakrabban szemhéjgyulladás, magas láz, izomfájdalmak formájában. A Napjaink című közéleti műsorban Kovács Vilmos élelmiszeripari szakmérnöktől kérdeztük, veszélyes-e, ha nem mészárszékben vagy az áruházak erre szakosított részlegében vásároljuk a húst. Füstöltárot mindenféleképp olyan forrásból, megbízható forrásból vásároljunk. Ha ez valamelyik üzemnek a termék, akkor azt mindenféleképp bevizsgáltatták. Ha pedig magánvágásról van szó, abban az esetben is ajánlom azt, hogy mindenféleképp végezzék el az ellenőrzést. Nem egy drága vizsgálatról van szó, néhány száz dinárból elvégezhető, és abban az esetben biztosak lehetünk benne, hogy nem fertőződünk meg. Hozzáfűzte, hogy a hatósági állatorvosok rendszeresen ellenőrzik a bejegyzett vágóhidakat és feldolgozó üzemeket. A nem bejegyzett üzemek jelentenek gondot, mivel ezeket nem ellenőrzik a felügyelők, így nem biztos, hogy az élelmiszer minősége megfelel az előírásoknak. A teljes beszélgetést a honlapunkon található médiatárban tekinthetik meg.